Sziasztok, én Forzor vagyok, és ez egy újabb videó lesz, még hozzá egy április 1-i tréfás videó. Ilyen volt egy tavaly is, úgyhogy gondoltam, hogy most is csinálok egyet. Ebbe 7 darab ilyen trollkodást fogok bemutatni. Kezdjük is el. A legelsőhöz nem fognak kelleni mások, mint ilyen posztitek, ilyen ragadós. Ezek a ragadós papírok. Ezek a rá lehet ragasztani valahova, és akkor ez nagyon vicces dolog. És ezzel lehet olyat csinálni, hogy nagyon sok kell hozzá, meg színesek, meg mindenféle. És akkor ezt rá lehet ragasztani például egy autóra, körbe kell ragasztani, mint a képen is látható. És akkor a tulajdonos pedig nem fog neki nagyon örülni. Vagy akár egy teljes ilyen irodát is össze lehet ragasztani ilyenekkel, és akkor mikor bejön a munkatársa dolgozni, akkor fogja látni ezeket a posztiteket össze-vissza. A következő is ilyen posztitekhez kapcsolódik, méghozzá ráírjuk az egyik papírra, például, hogy rúgj meg, és ráragasztjátok egy társatok hátára, és mindenki őt fogja rúgdosni, és ő pedig nem fogja érteni. A következőt sajnos nem elég április 1-én megcsinálni, mert ez egy kicsit sok idő fog kelleni. Pontosan nagyjából 1-2 hónap fog kelleni, mire ezt meg tudja csinálni, mivel füvet kell elültetni egy billentyűzetbe, oda kell rakni a földet, majd a fűmagot, és meg kell várni, míg szépen kinő. A következőhöz egy kicsit nagyobb technikai előkészület fog kelleni, de ezt csak azért raktam be, mert ez nagyon érdekes és vicces dolog. Mivel itt, amit be is vágtam a videóba, ezen is látszódik, hogy mi történik. Ez egy liftben van, és ugye egy olyan animációval megcsinálva, hogy a csempék leesnek a mélybe, és ez úgy látszódik, mintha tényleg leesnéne. A következő is egy kicsivel nagyobb előkészületet igényel. De ezt is meg lehet csinálni például közösen osztálytársakkal, például az iskolának a folyosóján. Annyit kell tenni, hogy ilyen kisebb poharakba bele kell önteni mindegyikbe vizet, és körbe rakni, vagy végig rakni az egész folyosót, és amikor valaki be akar oda menni, akkor hát fel kell szedni az egészet. A következő már könnyebben elérhető, és ez szinte bármikor lehet használni, nem csak április 1-én. Ehhez kell venni egy ilyen penész mintázatú uzsonnás tasakot, és ebbe kell belerakni a kenyeredet, és így olyan lesz, mintha penészes lenne. És hogyha például valaki kér tőled szendvicset, odaadod neki ezt, úgyhogy ne látszódjon még a penészfolt, majd ő, amikor például megfordítja ezt a tasakot, akkor fogja látni, hogy tiszta penészes az egész. Ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Ez azt hiszem 7 darab ilyen kisebb prank volt. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!